Jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm az Ultra Hang és a Hit Rádió nézőit. Ez egy különleges élő műsor a fejleményekre való tekintettel. A stúdióban Stier Gábor, a moszkvatér.com főszerkesztője és Longauer András, az Ultra Hang főmunkatársa, a hitradio.hu szerkesztője. Szervusztok, köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Szervusz, köszönjük a hallgatókat. A következőkben majd fogjuk kapcsolni többek között Robert C. Kastel biztonságpolitikai szakértőt Izraelből, Hidegkuti Konstantin katonai szakértőt, és Vukics Ferenc alezredest is, aki a Szilacsikó főmunkatársa. És természetesen arról fogunk beszélgetni, hogy mi történt az elmúlt most már több mint 24 órában. Hát mozgalmas eseményeken vagyunk túl. A történet ott kezdődött, hogy Jevgenyij Prigozsin, a Wagner csoport vezetője bejelentette, hogy csapatával Moszkva irányába tart, ugyanis nehezményezte, hogy állítólag az orosz hadsereg felrobbantott egy a Wagnerhez kötődő létesítményt. A legfrissebb hír az, hogy visszavonulót fújhatott. Azért mondom a legfrissebb fejleményt, mert ma ezekkel az eseményekkel részletesen is foglalkoztunk itt az Ultrahang csatornáján, többek között a 17 óra 15 perckor kikerülő Moszkva tér adásában. Érdemes visszahallgatni már még akkor is, hogyha óráról órára vagy percről percre változnak az események. Ugyanis akkor Kosztur András egyébként beszélt arról a forgatókönyvről, ami aztán vélhetően megvalósult. Ugyanis elvileg az a történet, hogy Prigozsinék visszavonulnak, miután elfogadta Alekszandr Lukasenka belorusz elnök ajánlatát. A Wagner vezér a Telegram csatornáján erősítette meg a hírt. Elvileg az a megállapodásnak a lényege, természetesen ez még csak feltételezés, hogy Szergej Sojgu védelmi minisztert menesztik az orosz kormányból, illetve lehet, hogy Gerasimovot, a vezérkari főnököt is, Prigozsin amnesztiát kap, és a Wagner csoportnak, a Wagner zsoldos hadseregnek a tagja is amnesztiát kapnak, cserébe visszavonulnak. Talán akkor kezdjük innen a beszélgetést. Gábor, nyugodtan mondjuk. És egy fél mondatot, és az afrikai projektekkel foglalkoznak. A Wagner. A Wagner és Prigozsin, tehát ez azt jelenti, hogy száműzik Oroszországból. De hogy ki nyert itt? Mert ez elég nagy arcvesztés Putyinnak is első gondolatra, főleg azért, mert ugye Putyin délelőtt mondott egy beszédet, ahol elmondta, hogy abszolút nem tűrik az árulást, és hogy ők lecsapnak, ugye Prigozsin ellen Prigozsin ellen elfogató parancsot is kiadtak, ehhez képest most, mintha az orosz kormány is, ha igazak a hírek, akkor meghátrált volna. Ha európai fejjel gondolkodunk, akkor ez mindig az. És itt az egész nap folyamán beszélgettünk itt kollégákkal, és én azt mondtam, és most is azt mondom, hogy nem szabad a nyugati észjárással megpróbálni elemezni az orosz eseményeket. Tehát Fjodor Tyutyevnek a híres versét tudom idézni. Nagy általánosság, de nagy igazság. Tehát Tyutyev azt írta, hogy Oroszországot ész nem érted, métersink sosem méri fel, Oroszországban másképp jár az élet, a lélek, Oroszországban, barátom, hinni kell. Tehát ez az Oroszországot nem érted, Oroszországot ne akart fölfogni a nyugati észjárással, ne akart a nyugati koordinátorrendszerbe behelyezni. Tehát jelen pillanatban mind Prigozsin, mind Putyin azt adja el, hogy elkerülték a vérontást. El tudják adni. Teljesen igaz a kérdésfelvetés, hogy igen, ez presztízsveszteség Putyin számára is, hiszen hogy jut, mindenkiben fölmerülhet, hogy hogy jutottak idáig el a fejlemények. Kígyót melengetett a kebelén, hiszen azért mégiscsak a rendszer, a Kreml hízlalta föl Prigozsint. Ugyanakkor szerintem még nagyobb veszteség Prigozsin számára ez, még nagyobb presztízsveszteség. Prigozsin nem csak a nyugati médiában szerintem... Miért gondolod, hogy hát minden célját elérte? Ha lehet hívni a célját, nem érte el, egyáltalán nem. Ugye ő Sojgu ellen ment tulajdonképpen, ebben nem is Putyin ellen. Ha tényleg leváltják Sojgut, akkor ezzel azt üzeni Prigozsin, hogy ha erőt demonstrálunk, elindulunk Moszkva felé, akkor az lesz, amit én akarok. Nem értek egyet veled, Tamás, mert Prigozsinnak már sokkal nagyobb céljai voltak. Természetesen elnök persze, akart lenni? Politikai szereplő. Hogy azon belül mi, azt lehet ragozni, az a helyzettől függvényében változott volna, de őneki nagyobb, nagyra törőbb tervei voltak. Ő egyre népszerűbb lett bizonyos körökben, ő lett a háborús párt egyik arca. Ez egyértelmű. És most azért nagyon sokan, hagy kimondják, hanem én kimondom, mert én szerintem ez így van, amit most tett, az nem több, nem kevesebb, mint hazaárulás.
az már egy politikai alkúnak a kérdése, hogy most amnestiát kap. De pont emiatt érzem én az arcvesztést. Emiatt érzed a Kreml arcvesztését, igen, de mivel Oroszországban is, meg máshol is, ezt a médián keresztül el lehet adni. Tehát azért a társadalom egy valamitől félt volna még jobban a káosztól és a vérontástól. Tehát ez most mindent fölülír. De még egyszer mondom, hogy sokkal nagyobb arcvesztés Prigozsin számára, mert a Prigozsin céljait, hogyha nézzük, az ő repülése félbeszakadt. Ikaroszhoz tudnám hasonlítani, a Ikarosz szárnyalásához, aki túl magasra repült, és onnan túl nagyot zuhant. Jött egy ilyen, hogy nagyot igen. akart a szarka, szerintem ez Prigozsinra is igaz. Hát arról beszélek éppen ebben a pillanatban, és akkor, ha másképp fogalmazom, akkor Prigozsint a Kesszon betegsége vitte a pusztulásba, mert ez politikai értelemben pusztulás, tehát az ő nagy projektje teljes mértékben a Wagner háttérbe szorul, minden egyéb projektje háttérbe szorul, az élete megmaradt. Na most, ha ez a nagy siker, ez igen, személy szerint siker, de ha a politikai célokat nézzük, akkor nem. Balázs 84 nevű kommentelünk azt írta, hogy mindig mondtam, hogy egy szakácsnak a konyhában a helye. De azért én továbbra is lehet, hogy egyedül maradok majd ebben a stúdióban ezzel, de nem becsülném le Prigozsin. Tehát, hogy a mai napon tulajdonképpen ő nyerte meg ezt a fejezetet. Én egy kicsit úgy érzem. Hát az milyen dolog, hogy elindul valaki, hogy akkor Moszkvát elfoglaljuk, és azt te vigyázba áll neki, ha igaz az, hogy tényleg menesztik emiatt a hadügyminisztert, vagy a háttérben már más megállapodások voltak. Mi van akkor, hogyha egyébként Vlagyimir Putyin számára is már kényelmetlen volt egyébként Solygu. Barátja Szergej Solygu. És jól jön neki ez. És jól jön neki, de ezért ezt a színjátékot véleményem szerint nem rendezte volna meg. Ebben én nem mondom, tehát hogy én már semmiben nem vagyok biztos, tehát hogy nem ez a színjáték lényege. Azért a színjáték, ha színjátékról beszélünk, akkor legalább 4-5 egy ilyen forgatókönyvet tudnánk felsorolni, ezek közül egyik ez. Véleményem szerint ezért önmagában nem rendezik meg. De még egyszer hangsúlyozom, hogy nézzük meg azt, hogy a Wagneresek részéről, én már olvastam olyat a Telegram csatornákon, hogy csalódottak a Wagneresek, a másik része meg föllélegzett, mert hogy megmarad az élete, tehát egy zsoldos azért nem akar okvetlenül meghalni, főleg a főnöknek a hülyesége miatt. Tehát elindítja őket Moszkva felé, belehajtja a saját hadseregét, egyébként az állam, illetőleg a saját hadseregét, de most privatizálték, időlegesen privatizált magánhadseregét egy államcsínybe, vagy egy katonai lázadásba, és másfél, lényegében a cél Moszkva kapuji előtt megállítja őket. Na most ez nem presztízsveszteség a saját állományod előtt, hogy hát idióta most az, aki a főnök, hogy most elindít bennünket, utána megállít bennünket, tehát azért itt mindenki elég presztízsveszteség, elég nagy presztízsveszteséggel jött ki az egészből, de Oroszország nyert azzal, hogy nem fulladt káoszba, nem lesz vérontás, és egyébként én úgy gondolom, hogy nyert ezzel Európa is. Van egy ilyen kommentünk Karajánisz Gergőtől, hogy mit mondhatott Lukasenko, ami után visszafordult Prigozsin? Lukasenko az egyik legnagyobb nyertese ennek a mai napnak, tehát ennek a játszmának, hiszen ő nem először játsza a közvetítő, a béketeremtő, a megnyugtató politikus szerepét, és ha már egyszer az összeesküvés elméleteknél tartunk meg, a mindenféle játszmáknál, forgatókönyveknél, akkor mondok egy abszurdot, de előre bocsátom, hogy abszurd, és szerintem nincs gondolatkísérlet, így van. Tehát mi van akkor, hogyha Putyin tényleg nem indul mondjuk jövőre, bármilyen oknál fogva, akár egészségügyi, akár politikai oknál fogva, és Lukasenkót ezzel játszmába hozta, helyzetbe hozta, fölemelte, megkezdte a fölemelését. Azért mondom, mert itt annyi gondolatkísérlet van, hogy mi is lehet a mai nap nagy játszmája mögött, hogy akkor én is bedobok még egy újat. Egyébként pedig én úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb megoldást kell keresni, tehát mi a legegyszerűbb megoldás? Ahogy említettem, Ikarosz repülése
véget ért, óriásit zuhant, mert közel a naphoz elolvadt a szárnya. Prigozsin megszédült önmaga sikerétől, ahogy kilépett az árnyékból, mert ő háttérember volt, kilépett a fényre, nem tett föl napszemüveget, nem bírta elviselni ezt a repülést, ezt a sikert, és óriásit zuhant. Én szerintem ő a saját emberi gyengeségének és hát hogy mondjam, az intellektualitás hiányának a csapdájába esett. Ugyanakkor ezért én nem azt akarom ezzel mondani, hogy ő buta ember, ő fölépítette magát, nagyon sokat, sokra vitte, most viszont mindazt, amit megteremtett, annak a nagy részét lerombolta. Az azért tény. Jött egy ilyen komment is Borgyi nevű hallgatónktól, remélem jól mondtam a nevét, hogy szerintem meg esélyes, hogy ez egy nagy színjáték volt kiugrasztani az árulókat, plusz tesztelni, hogyan reagálnak a különböző országok egy pucs kísérlet esetén. Ez több, mint esélyes, és behoznék még egy kérdést ide, hogy szerinted a nyugat mennyire volt jelen ebben az egész történetben? Napközben lehetett azért híreket hallani arról, igen, hogy nyugati fegyverek is vannak a Wagnernél. Te ezt hogy látod? Kezdjük a fegyverekkel. Igen, nyugati fegyverek vannak, voltak a Wagnernél. Elsősorban Ukrajnától zsákmányolt fegyverek, például Javelinek, de én nem gondolom, hogy az Egyesült Államok fegyverezte volna föl a Wagnert, akár így most, erre az akcióra, és arra sem gondolok, hogy lefizették volna, tehát engem itt most többen támadtak a nap folyamán, hogy én nem értékelem eléggé a bakhmuti hőst. Hát azért hadd mondjam el, hogy én úgy gondolom, hogy Prigozsin, nem, most magunk között vagyunk, tehát néhány tízezer... Igen, csak 4745-en néznek az ultrahangon jelenleg. Prigozsin inkább hülye, mint áruló. Tehát én úgy gondolom, hogy butaságot csinált, nem mérte föl kellően a mozgásterét, de valójában a saját szempontjából, hogy milyen ember ő, logikusan cselekedett. Ő egy külvárosi vagány, egy 9 évi börtönben szocializálódott, ügyeskedő, ügyes, jó ésszel megáldott ember, ugyanakkor a mentalitása, a stílusát láttuk ezeket a videókat, hogy mit adott elő. Tehát ez körülbelül ezt hozta ki belőle, és ez ilyen szempontból logikus. Tehát én úgy gondolom, hogy nem áruló ő olyan szempontból hazaáruló, hogy butaságból vagy a személyes ambíciói miatt kockára tette az orosz hadsereg sikerét, akár Oroszország egységét is. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt továbbra is tartom, hogy ez hazaárulás. Ugyanakkor nem gondolom, hogy őt megvették volna. Ezt az egyik forgatókönyvnek tartom én is, de nem a mellett vagyok. Tehát annak ellenére, hogy vannak gyanús mozzanatok, túl sok készpénzt találtak, például 4 milliárd rubelnyi készpénzt találtak a Szentpétervári központban. Erre azt mondta, hogy ez a háború kiadásaira. A háború kiadásaira, csak úgy készpénzben egyébként. Ha valaki pénzelte, akkor az állam pénzelte, az orosz állam pénzelte Prigozsint, és hát itt merül föl megint csak hogy kígyót melengedtek a keblükön, tehát azért ez politikai hiba, hogy finom legyek, de én úgy gondolom, hogy itt a nyugati viselkedésre visszatérve azért nagyon visszafogott volt, nagyon figyelt inkább mind az Egyesült Államok, mind a NATO, mind Ukrajna. A Ukrajna aztán már ugye nem bírtak a bőrükben maradni, és Zelenszkij ugye a nap folyamán már azért csak kibújt belőle, hogy Oroszország ilyen, meg hogy akkor most mi győzünk, meg szétessék, stb. De azért egész sokáig ők is inkább figyeltek, hogy mi lesz ebből. Tehát napközben nem indítottak óriási ellentámadást például, amit esetleg megint csak sokan várhattak. Andris folyamatosan figyeli a különböző közösségi média felületeket. Mit látsz, milyen mozgások vannak? Hát az egyik legmeglepőbb talán, legalábbis számomra, ugye itt beszélgettünk egyébként még a nap elején róla, hogy az egész a médiában is ezt tapasztalható, és ezzel együtt a közösségi médiában is. Ugye azóta egy picit ugye változott már a hangulat meg a légkör, de ami engem nagyon meglepett, az volt, hogy
hát így mindenki a hajrá Wagner jelszó mellett gondolkodott ezekről az eseményekről, ami számomra azért volt nagyon furcsa, mert azért a Wagner az sok minden, csak nem éppen egy ENSZ béke fenntartó hadtest, még annak sem nevezhető. Tehát, hogy elképesztő volt, hogyan a Twitteren, TikTokon az emberek így konkrétan drukkoltak egy paramilitáns, ez teljes mértékben militáns szervezetnek. Pedig terrorszervezet volt ugyanezen emberek szemében, igen, nem? Igen, és hát annyira szürreális volt, hogy mondjuk ott ment a videó, hogy akkor haladnak Moszkva fele, és akkor persze, ugye ez természetesen az internet azonnal mémesítette a dolgokat, tehát hogy ez szinte azonnal várható volt, hogy és ebben nincs is probléma feltétlenül, csak én ott éreztem egy kicsit a visszásságot, hogy szinte azonnal a drukkolás kategóriába csaptak. De András, tehát azt akartam mondani én is, hogy ezt teszi a drukkolás, tehát az, hogy a közösségi médiák hatása is, meg egyébként az, hogy ez a háború is, meg ezen belül ez a lázadás is, ilyen szúr futballmeccsé degradálódott, hogy én tudom, hogy megbolondult sok tekintetben a világ, de itt az emberek is, tehát, hogy ilyen komoly háborús helyzeteket, hogy mondjam, és szurkolásra használnak, és ez nem segít a józan ítélet, józan megítélésben. Tehát az, hogy tehát mit tesz az, hogy jobban gyűlölöm Putyint, meg egyébként Orbán Viktort is, tehát hogy ez motiválja a liberális ezért tábornak. Hajrá Wagner. Ezért hajrá Wagner, ezért hajrá Prigozsin. Tehát ugye erre szoktam mondani, bocsánat, hogy az a náci, aki nem a banderistáknak szurkol, igen. És egy kicsit most ezt a helyzetet érzékelem. Andris, aki ma multitaskingba fogja nyomni, hiszen nem terveztük azért ezt az élőadást, valljuk be, időnként majd a vezérlő és a stúdió között fog száguldozni, és most én át is küldenélek nagy tisztelettel oda, ugyanis nem sokára kapcsoljuk Robert C. Kester biztonságpolitikai szakértőt, akit szintén megkérdezem, viszont beolvasnám addig Demko Attilának az álláspontját, aki azt írta egy órával ezelőtt, hogy megállapodás lehet akkor, hiszem, ha Sojgu és Gerasimov megy, vagy Prigozsin megy. A reggeli Putyin beszéd után maga az is megdöbbentő, hogy a Kreml leült tárgyalni, ez nem egy modern európai államvilága, itt hűbérurak vannak, és a mindenható cár is addig cár, amíg erős. Putyin sohasem látszott ilyen gyengének. Ezt hogy látod? Nagyon sok igazságot mond ki Demko Attila, tehát azt, hogy én is azt vártam, hogy a Kreml erőt demonstrál. Ugyanakkor revideálom annyiban magamat, hogy az orosz társadalmat, hogyha megnézem, és én is beszéltem ismerőseimmel itt két adás között, és megnyugvással fogadták ezt, és nem gyengeségként értékelik, mert a legfontosabb az ebben a háborús, illetve a különleges katonai akciós hangulatban, hogy ne legyen vérontás. Tehát ez azt jól érezte a Kreml, hogy ez nem, ez látszólag gyengeség, tehát a klasszikus politológiai kategóriák szerint, de az adott helyzetben nem okvetlenül lesz presztízsveszteség. Természetesen sok minden összeadódik, ez nem erősíti az orosz hatalmat, ez az egész történet. Van egy ilyen komment is, hogy úgy tudom, hogy az orosz hadügy minden Wagneressel külön szerződést kötne július 1-től, tehát nem a főnöknek utalnak, hanem mindenkinek külön. Lehet, hogy ezt verte ki a biztosítékot Prigozsinnel? Erről beszéltünk az előző, az általában is említett 17-15-ös Moszkva tér ultrahang adásban, hogy az én véleményem szerint is alapvetően ez a fő motiváció, tehát Prigozsin érezte azt, hogy szorul körülötte a hurokfogy, a levegő a Wagner körül, ha megkésve is, de mindenképpen le akarták nyesni a Wagner szárnyait, beintegrálni a hadsereg alá, az autonómiáját visszafogni, leszűkíteni, és ő a nagy ambícióival, tehát mondom, ő már sokkal többről, nagyobbról álmodott, ő ezt nem bírta elviselni. Tehát én is ezt látom fő motivációnak. Aztán valaki pedig azt írja, hogy Tamás, esetleg az nem lehet, hogy ez a Prigozsin-Putyin színjáték arra is jó, hogy Zselét és Zelenszkit kiugrassza a bokorból, hiszen most Zelenszki egy nem felépített és előkészített támadásra kényszerül. Ez is az egyik verzió, tehát az, hogy mi lehet az egész mögött. Én ennek sem adok túl sok esélyt, vagy túl nagy esélyt. Eközben a vonalban Robert C. Kester, biztonságpolitikai szakértő Jeruzsálemből. Szervusz, Robert, hallasz minket?
Jó estét kívánok egy marhára sötét Jeruzsálemből. Jó estét. Akkor ott már sötét van. Itt ülünk Stier Gáborral a stúdióban. Gábor, nyugodtan majd te is kérdezz, szólj hozzá akár ahhoz, amit Robert mond. Egy órával ezelőtt arról posztoltál a Facebookon, hogy ez volt a történelem első virtuális puccsa. Azt írod, hogy úgy tűnik, hogy a Wagnernek véget ért az eltávja, amint azt a nap folyamán többször is elmondtam, ez a zendülés valójában az információs térben zajlott le, minimális mennyiségű kinetikus elemmel gazdagítva. Így a nap végén te hogy látod, mi történt, illetve Andris jelezni, hogy egy kis hangot szerintem Robertre adhatnánk. Köszönöm. Jó estét kívánok, és jó estét kívánok Stier Gábornak is, és nagyon-nagyon örülök, hogy végre egészségben viszont látom a stúdióban, és nagy örömömre szolgál, hogy újra itt van velünk. Én azt hiszem, hogy ami történt, az gyakorlatilag a természetes következménye volt annak a folyamatnak, amit láttunk az utóbbi hónapokban a Prigozsin úrnak az egyre növekvő crescendója, amivel megpróbálta megszólítani, megpróbált eljutni Putyin elnök füléig, és én azt hiszem, hogy abban a pillanatban, mikor a hadügyminisztérium kiadta az utasítást, hogy minden katonai magánvállalkozónak kötelessége szerződést kötni közvetlenül a hadügyminisztériummal, gyakorlatilag elfogyott a manőverezési tere Prigozsin úrnak, és mikor kijelentette azt, hogy ő nem hajlandó, mondjuk a csecsenekkel ellentétben nem hajlandó végrehajtani ezt az utasítást, akkor már gyakorlatilag egy ilyen összeütközésbe került az államhatalommal, és onnan már ezek az események már teljesen plauzibilissá váltak. Te hogy látod, kilépett vissza kinek a javára? Én azt hiszem, hogy történt itt egy nagyon-nagyon bölcs döntés mind a két fél részéről. Én egyáltalán nem tartom ezt gyengeségnek. Én úgy gondolom, hogy pont ugyanazt a döntést hozták, mint például 1948-ban Izraelben, mikor volt egy fegyveres összeütközés a kormánycsapatok és a jobboldali milíciák között, és a polgárháborút elkerülendő mind a két fél tett egy lépést hátra. Tehát én azt hiszem, hogy ez egyáltalán nem a gyengeség jele, hanem inkább a nemzeti gondolat erősségének a jele, hogy vannak dolgok, amik a politika fölött állnak, mondjuk úgy, és ennek a diadalát láttam. Ez Oroszországon belül lehet, hogy így van, de nem érzed úgy, hogy Putyinnak, illetve az orosz rezsimnek a nemzetközi tekintélye ezzel a mostani lépéssel még inkább megkérdőjeleződik? Ez kétségtelen, hogy ez egy hatalmas presztízsveszteség, egy hatalmas politikai csapás ennek a rezsimnek, ezt nem lehet letagadni. Ugyanakkor épp úgy, amikor egy cég gyárt, mondjuk a Lexus-szal történt meg, hogy az első autó, amit legyártottak, volt benne egy hiba, és akkor a hiba már megtörtént. Most akkor a cégnek a sikerét azon lehet lemérni, hogy a recall, mikor visszahívják azt az árut, az hogyan csinálod. És azt hiszem, hogy itt a recallnak a kezelése az jó volt. Jó volt, és én azt nagyon fontos szerintem, hogy így került ki ebből Oroszország, fontos Oroszország szempontjából. Még délelőtt írtál arról, hogy mi történhet, mik az első benyomásaid a muzsikusok zendülésével kapcsolatban, és akkor a forgatókönyveknél azt írtad, hogy több forgatókönyv lehetséges. A legérdekesebb az a feltételezés, hogy amit látunk, csupán egy álcázóköd. A kérdés, hogy mit takar, és van-e köze a fehér orosz elnök éjszakai repülőútjához, lehet találgatni. Azóta tudjuk, hogy a fehér orosz elnök egyeztetett ugye Prigozsinékkal. Most hogy látod a nap végén? Volt köze a fehér orosz elnök éjszakai repülőútjához, és egyáltalán miért Lukasenkát vonták be ebbe az egész helyzet kezelésbe? Először is el kell mondanom újra azt, hogy én nem vagyok a posztszovjet térségnek a szakértője, nem látok bele ebbe a biliárd golyóba, amit Fehér Oroszországnak, vagy az uniós államnak hívnak. Nem tudom pontosan, mik az erőviszonyok. Én azt tudom, hogy Lukasenka úrnak és Putyin úrnak van egy nagyon-nagyon hosszú időre visszamenő közös története, és volt egy adott pillanat, mikor úgy tűnt, hogy Fehér Oroszország fogja bekebelezni Oroszországot, és Lukasenka elnök úr fog abban a székbe ülni, ahol most Putyin úr ül, és mégis Putyin felülkerekedett. Tehát van egy nagyon hosszú kapcsolat a két személyiség között, és talán a legérdekesebb dolog ebben a válságban, mondjuk, hogy minden válságban, hogy soha nem lehet levenni az asztalról ennek a fekete hattyúnak a lehetőségét. Tehát azt, hogy itt egy megtévesztés van, itt egy ilyen maszkirovkát látunk, és vannak mélyebb és rejtett dolog, mint amit első pillantásra észlelni tudunk. Tehát ez mindig ennek a lehetőségét fent kell tartani. Tehát ez az egyik dolog, amit elmondanék. A másik dolog az, hogy nagyon fontos, hogy feltegyük magunknak a kérdést, hogy mi az, amit nem láttunk.
mi az, amit nem látunk. És én azt hiszem, hogy ebben a válságban ez volt a legfontosabb kérdés. Mert nem látunk itt egy egész sor dolgot, amit láttunk mondjuk a törökországi pucsban, és ez már adott egyfajta indikációt arra, hogy ez nem egy olyan államcsíny kísérlet, mint amit Törökországban, vagy talán máshol látunk, vagy 61-ben Franciaországban láttunk. Egyetértek azzal, hogy ez teljesen más. Tehát annyira más, hogy ezt itt kicsit érezni kell Bizáncot, tehát a bizánci udvarnak a sajátosságait, az orosz politika sajátosságait, és ezért gondolom azt, hogy európai szemmel, vagy nyugati szemmel nagyon sok mindent úgy vélünk, hogy nem látunk, és valóban nem látunk, ez az egyik része, a másik része viszont az, hogy azt is próbáljuk belelátni, amit nem kell belelátni, hogy én tényleg a fő okot abban látom, hogy Prigozsin agya elszállt önmagától, és ha lett volna még mögötte, tehát olyan forgatókönyvek, hogy valakikre számíthatott, itt tényleg mások is gondolkodtak pucsban, akkor nem áll meg, abban egész biztos vagyok. És a másik pedig az, egy érdekességre hívnám fel a figyelmet, hogy már Putyin beszédét, amikor délelőtti beszédét, mikor hallgattuk, azért fölfigyelhettünk arra, hogy ahogy Navalnyi nevét soha nem említette a különböző beszédeiben, vagy megszólalásaiban, úgy jelen esetben és szó sem volt Jevgenyi Prigozsinról. Tehát ezt a nevet ki nem ejtette, de a vajénkorokkal, a haditudósítókkal jó egy héttel ezelőtt találkozva, ott sem beszélt a nyilvános részben Jevgenyi Prigozsinról, pedig végig erről szólt az orosz-ukrán háborúra a beszélgetés. Tehát ő úgy érzi azt, hogy úgy mutat erőt, vagy úgy gondolja, hogy erőt mutat, hogy akárkikkel nem ül le tárgyalni, ezzel magyarázható nagy részben az, hogy miért Lukasenka az, akivel letárgyaltatta azt, amit egyébként ő engedélyezett, hogy mit tárgyaljon, mi lehet az a kompromisszum. És ez nagyon is beleillik, azért említettem a Navalnyi esetet, hogy nagyon is beleillik Putyin gondolkodásába. Ez lehet, hogy gyerekesnek tűnik, de azért Oroszországban sokan értik ezeket a finom gesztusokat, vagy negatív gesztusokat, és Putyin ezzel próbálta egyébként az erejét is mutatni, hogy bizonyos szint alá ő nem süllyed. Robert, mit gondolsz erről? Én szeretnék még valamit mondani ezzel kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy én innen a közel-keletről sokkal jobban megértem Oroszországnak, mondjuk az orosz léleknek bizonyos működéseit, mint a nyugatiak. Mire gondolok? Itt arra gondolok, hogy ameddig nem említünk meg személy szerint valakit, most kapcsolódok ahhoz, amit Stier Gábor mondott, addig nem sértettük meg a személyében, és lehetőséget adunk arra, hogy egy aranyhidat képezünk, amin vissza tud vonulni. Tehát ameddig ezt nem nyilvánosan... Ezt Európának nem... is megtanulni, nem? Igen, abszolút. Tehát láttuk Biden elnök, az egyik nap diktátorozza a kínai kommunista párt főtitkárát, a másik nap pedig meg akarja látogatni. Ez nem így működik. A keleten az emberek nem így gondolkodnak. A keleten az embereknek van becsülete és van tisztessége. Tehát a becsületében senkit nem lehet megbántani. És én azt hiszem, a klasszikus példa erre az volt, hogy mikor Izrael lebombázta Szíriának az atomreaktorát, akkor egyetlen dolgot nem tettünk. Tehát nem jelentettük ki nyilvánosan, hogy mit csináltunk, hogy ne alázzuk meg a szír elnököt a személyében. És ezt tette a lehetővé a Szíretnek azt, hogy ne reagáljanak erre a dologra. Tehát én azt hiszem, hogy pont ez történt itt is, hogy ameddig Prigozsin elnök nem szekte meg a nyakát, mondjuk úgy, Putyin elnöknek, Prigozsin úr nem szekte meg a nyakát személyesen Putyin elnök akaratának, tehát nem lépett fel személyesen Putyin elnök ellen, és ameddig Putyin elnök nem nevezte szó szerint Prigozsin urat, addig maradt közöttük egy bizonyos pálya, egy bizonyos mozgási tér, amit itt egy manőverezési tér, amit ki lehetett használni. Ennek most vége, vagy még újraépíthető ez a kapcsolat? A politikában minden újraépíthető szerintem. Nincsenek végleges dolgok. Nagyon fontos, amit Robert említett, az, hogy nyitva hagytak egy kaput, egy menekülési útvonalat Prigozsin számára, egészen a mai, ma nagyjából magyar idő szerinti ebédig, addig, amíg a Putyin rövid beszéde után Prigozsin ki nem jelentette, hogy már Putyinnak sem engedelmeskedik. Egészen addig a hivatalos kommunikáció úgy szólt, hogy ezek az események azután, harapoztak el, hogy a Prigozsinnak tulajdonított videó
Tehát magyarán nem mondták ki, hogy, hogy itt Prigozsin áll mögötte, Prigozsin áll a lázadás mögött, és hogyha Prigozsin mondjuk az éjszaka folyamán, vagy az este folyamán valamikor felszólal, hogy itt vagyok, és én nem mondtam ilyeneket, ezt az én nevembe tették, ezt hiába tudta volna mindenki, hogy ez nem így van, ezt szó is hang nélkül elfogadták volna. Igen, igen, kétségtelen. Robert, a végén még arra lennék kíváncsi, hogy te hogy látod, ez a mostani incidens van-e hatással a háborúnak a folytatására, és ugye hétfőn majd úgyis lesz közös műsorunk, illetve ha jól tudom, akkor holnap pedig Fekete Rita csatornáján is nyilatkozó részletesebben is a helyzetről. Én azt hiszem, hogy rövid távon ez egy hatalmas presztízsveszteség, egy hatalmas politikai csapás Oroszország számára, és egy hírszerzési lehetőség az ukránok számára éket verni. Két fegyveres frakció között mondjuk úgy az orosz államon belül. Ez rövid távon. Hosszú távon én azt hiszem, hogy ez, itt olyan ellentétek kerültek a felszínre, és sikerül esetleg megoldani őket, amik egyébként még hosszú ideig elkísérték volna ezt a háborút, és lehet, hogyha ezeket a problémákat most megoldják, és ezzel a magánhágy, a szabad csapatok felszámolásával sikerül összpontosítani a katonai meg a politikai hatalmat Oroszországban, a poliarchikus hatalmi rendszert átalakítani egy ilyen sokkal koncentráltabb, sokkal centralizáltabb hatalommá, akkor Oroszország egy sokkal erősebb hatalom lesz politikailag, és ebből követke kifolyólag katonailag is, mint amilyen a válság előtt volt. Tehát van ebben a válságban egy ilyen öntisztító folyamat is, és én azt hiszem, hogy hogyha ezt ügyesen kezeli az orosz elit, tehát úgy a Prigozsin támogató frakció, mint az orosz elitnek a fősodra ügyesen kezelik, akkor hosszú távon ebből megerősödve kerülhet ki az orosz állam. Akkor utolsó utáni kérdés még gyorsan, hogy szerinted a nyugatnak a keze mennyire volt benne ebben a mostani ügyben? Tehát ez egy orosz belügy, vagy voltak itt bőven külső beavatkozások is? Természetes válasz az, hogy nem tudom. Tehát általában a CIA meg az MI6 nem velem szokták megbeszélni, nem kérik a hozzájárulásomat ezekhez a dolgokhoz. Ez teljesen helytelen, és ezt majd szóval is fogom tenni, de a legközelebb találkozok velük. Hát, ha most de egyenlőre ez a helyzet. Hát nyilvánvaló, hogy hallgatják. A kínaiak biztos hallgatják, a többiekkel kapcsolatban nem tudom. De én azt hiszem, hogy nincs szükségünk erre a magyarázatra ahhoz, hogy megmagyarázzuk azt, ami történt. Tehát nincs szükségünk erre a Jokerre mondjuk úgy, hogy ez a titkos szolgálat, vagy az a titkos szolgálat. Én azt hiszem, hogy egy ilyen több hatalmi gócból álló rendszer, mint amilyen Oroszország, abban megtörténnek ezek a dolgok, és látunk más hasonló példákat a történelemből, most nem akarok párhuzamokat vonni, de voltak még ilyen példák a történelemből, hogy kitörtek ilyen belvilongások a különböző hatalmi gócok között, és ez nem kell egy külső változó, ami ezt megmagyarázza. Gábor, még reagál arra, amiket mondtál. Két gondolatot hagyd tegyek hozzá, tehát nagyon egyetértve azzal, hogy az, hogy kifakadt ez a gennyes seb, ez sokat segíthet, akár a rövid távon is, hát a háború folytatásában is, hiszen egyre nagyobb teher volt az, hogy a hadügyminisztérium, a katonai vezetés és Prigozsin, illetve a Wagnernek az ellentéte. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy ami eszembe jutott még így a nap folyamán, hogy Oroszország, igen, lehet, hogy ilyen oligarchikus, meg kicsit feudalisztikus, de hogyha megnézzük, akkor színesebb, legalábbis így Oroszországon belül, a Kremlen belül, vagy a Kreml körül, sokkal színesebb politikai értelemben, vagy több a hatalmi csoport, mint például Ukrajnában. Tehát Ukrajna sokkal egyszínűbb, sokkal centralizáltabb, mindenki, aki most nem a fősodorral gondolkozik, azt vagy betiltották, vagy ellehetetlenítették, tehát Oroszország érdekesebb és színesebb. Robert, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és természetesen számítunk rád a következő napokban is. Jó éjszakát kívánunk innen Budapestről. Köszönöm szépen, jó éjszakát!
Nem sokára a Hidegkúti Konstantinnal folytatjuk, aki szintén nem úgy tervezte a hétvégét, hogy szakérteni fog. Egyébként ez is egy külön történet, hogy látom a sajtót, hogy nagyon nyilván az írott sajtó, tehát az online porterok azért beszámolnak a hírekről. Kulisszatitokként elárulhatjuk, hogy nekünk amúgy van egy kis, és ez az én hibám, hogy van egy kis mulasztásuk. És tegnap este felhívtál, mondtad, hogy mi történik, én megmondtam, hogy jól van, ráír, az holnapig, addigra biztos többet tudunk, pedig tegnap este lehetett volna erről adást csinálni, de nem voltál elég agresszív, nagyon udvarias voltál, én meg úgy voltam vele, hogy várjuk ki a végét. Nem lehettem más, csak mi lényegem, nem adhattam mást. Egyébként pedig nyugodtan megcsinálhattuk volna, mert mint kiderült, mind a ketten hajnalig fönn voltunk, tehát akár ezt egyenesben is közvetíthettük volna az egymás közötti, vagy a másik szakértőkkel folytatott beszélgetéseinket. Viszont azért megint látszik, hogy sok esetben kötszurkálás van a tekintetben, hogy mi történt, mi nem történt. Szerinted meg fogjuk valaha tudni, hogy itt ez mi volt ez az egész? Mert nekem még mindig ilyen nagyon ködös. Nagyon ködös, de sok mindent meg fogunk idővel tudni, azért kiderülnek a dolgok, és én még egyszer hangsúlyoznám, hogy ne keressük azt a kulisszák mögött, vagy az események mögött, ami nincs. Tehát Oroszország tényleg ilyen nagyon bizantikus, sok játszma, forgatókönyv van, tehát sok mindent nem tudunk, sok mindent takar a felszín, de én úgy érzem, hogy tényleg adott esetben is többet próbálunk, vagy többet próbál sok mindenki belelátni a dolgokba, mint ami valójában történt. Én biztos vagyok benne, hogy vannak itt még titkok, és idővel ezekre is, vagy legalábbis egy-kettőre még fény derülhet. Sok minden bizonytalan, egy viszont biztos, hogy Hidegkúti Konstantin itt van a vonalban. Szerbusz, Konstantin! Hello, üdvözlöm a hallgatókat! Na mit szólsz, milyen ez a hétvége? Hát eléggé erős. Erre akartam így sajátosan mondani, hogy két nap szabad napom van, úgymond, na akkor történik valami Oroszországban. Hát ez egy eléggé részbe várható is volt ez a valamilyen szinte, hogy Prigozsin beindult, de nem ilyen mértékben. Szóval itt épp az előbb olvastam egy érdekes információt, hogy Prigozsin Fehér Oroszországnak fogja elhagyni a Oroszország területét, és megszüntetik az ellene történő büntető eljárásokat. Szóval itt biztosan valami hatalmi játszó is még közre játszott az események ilyen irányú kibontakozásában, ám már kezdettől látni lehetett, hogy amekkora erővel, amennyi emberrel és amennyi technikával Prigozsin úgymond megindult az igazságot tenni, vagy ahogy ő mondta, az igazság menetéért, azért az mondjuk úgy, hogy egy bakhmuti lakónegyed elfoglalására talán elég lett volna, szóval nagyjából olyan 4000 főnyi emberrel, valamint olyan 300 körüli haditechnikai eszközzel, de tényleg a gépkocsitól kezdve a tüzérségi lövegig itt mindent ez alatt kell érteni. És meglepően persze voltak összecsapások a orosz reguláris haderő és a Wagner között, de mégis nem volt pucs hangulat, úgymond, hogyha látjuk a Rostovba készült felvételeket, hogy a gimnáziumos, akik végeztek éppen a gimnáziumba, azok egyszerűen kimentek és fotózkodtak a tankokon, vagy fotózkodtak a Wagnerosokkal, de olyat is lehetett látni, hogy... Lehet azt hitt, egy katonai parádé van. Vagy... Igen, hogy például a Wagnerosok beültek az egyik helyi étterembe, hogy akkor hát jó, oké, menetelünk mi moszkvák, de azért enni valamikor csak kéne. Szóval itt nagyon érdekes, és mindenképpen vannak olyan aspektusa és olyan háttér, akár háttérdílek, akár egyéb ilyen háttérinformációk, amiket csak lehet, hogy évekkel, évtizedekkel később fogunk tudni megtudni. Felmerült az is egyébként, hogy nyugati fegyverek voltak a Wagner csoport tagjainál, és hogy a nyugat ilyen mértékben ebben igenis érintett ebben a háborúban. Ezzel kapcsolatban neked van bármilyen információd?
Amilyen felvételeket itt a tegnapi és mai eseményekről láttam, kizárólag szovjet-orosz eredetű eszközök voltak a Wagnernál. Ami érdekes, hogy új típusú orosz haditechnika, szóval T-90M harckocsi, illetve T-72B3 típusú harckocsik is megjelentek, akár tréleren, akár más önmaguktól mozogva. Szóval itt tényleg az volt, hogy a részben a harctér térségéből kivont technikával indult meg a Wagner, de nyugati fegyvert én legalábbis nem láttam itt a mostani eseményekben felbukkanni. Mert például a Javelinről lehetett hallani, nem? Hogy... Illetve napközben, ami még ugye érdekes volt, hogy elvileg le is lőttek orosz talán helikoptert, ha jól emlékszem. Igen, itt zavaros volt, de összesen 7 gépveszteségről számoltak be estig az orosz források. Abba beletartozik szállítóhelikopter, harci helikopter, illetve egy légi harcálláspont. Az valószínűleg a rosztovi reptér környékén eshetett valamilyen módon a ilyen légvédelmi tűz áldozatának, áldozataként. Egyébként nap folyamán Konstantinnal többször beszéltünk telefonon, és azért megállapítottuk azt, hogy főképp, ahogy így mentek, haladtak előre az események, hogy itt kapcsolódva Robertnak a gondolataihoz, hogy nyitva hagyták a kaput. Tehát ahogy tegnap nyitva hagyták a kaput Prigozsinnak a menekülésre, illetőleg a konfliktusnak a tárgyalásos vagy nem véres megoldásához, úgy tegnap ugye a kifejezésekkel, tehát azt, hogy nem közvetlenül Prigozsint vádolták egy darabig, addig ma egészen azzal is sokan nem értették, és majd Konstantin elmondja, hogy egyébként katonailag miért nem volt, vagy hogyan nem lett volna értelme, de politikailag annak nem volt értelme, és most már értjük azt is, hogy közben tudták, hogy folynak a tárgyalások, folynak az egyeztetések, és ezért is vonulhatott a Wagner olyan szabadon Moszkva felé, mert az egész tárgyalási folyamatot keresztbe vágta volna, ellehetetlenítette volna, hogyha közben kitör a harc a két oldal között. Akkor ezért nem avatkoztak be az oroszok ezért sem. Ezért nem avatkoztak oly mértékben be? Így van. És azért, ezért a Wagner is kerülte az összecsapásokat a helyi garnizonokkal. Tehát akkor megkerültek város, ez például egy Voronyezh. Szabályozott művelet volt mind a két irány. Igen, mert tudták, hogy közben folynak a tárgyalások. Tehát ezt mi napközben így nem meg tudhattuk. Azért más volt a kommunikáció, ugye ott a Putyin beszéd is, meg Medvegyev is nyilatkozott, meg mindenki, ugye Szurovikin is nyilatkozott. Így van. De azért más volt a kommunikáció, mint ami a háttérben zajlott. Teljes mértékben más volt a kommunikáció, és ez megint csak érthető, ebben semmi rossz nincsen. Én fölhívnám a figyelmet Szurovikinnak a tegnapi kis rövid beszédére. Ugye tudjuk, hogy Szurovikin közel áll, vagy jó kapcsolatot ápol Prigozsinnal. Egyébként meg azok szólaltak meg az első körben, akik dolgoztak együtt, jó kapcsolatot ápolnak Prigozsinnal, és azért az a mondat, tehát két ilyen jelzés érték. Ott volt mellette a fegyver, tehát ez üzenet volt Prigozsinéknak, ez az egyik, a végén pedig, amikor a beszéd vége volt, akkor így elkezdett így az asztalon egyet dobolni, hogy ennyi, és annyit mondott, hogy az a mondat, hogy fiúk, ezt abba kéne hagyni, egy vérből vagyunk. Annyiban pontosítanék, hogy azért ugye voltak harcok, hát lőttek le helikoptereket, hogy ez még voltak harcok, de ez nem az a nyílt összecsapás. Ez nem az a nyílt összecsapás, itt gondoljunk bele, hogyha az Akhmat, a csecsenek egységei bevonulnak a városba, tehát Rosztovna, Donuba. Hogyha az orosz erők ugye felsorakoztak már Moszkva előtt, összecsapnak a Wagnerosokkal, az ehhez képest mi lett volna? Az vérfürdő, ahhoz képest itt nem történt lényegében semmi. Konstantin, hogy látod, mi jön most ezután?
Ami várható, hogy a Wagnert, mint ilyen önálló entitást, azt befogják, legalábbis az ukrajnai harctér esetében, befogják a Wagner erőit integrálni az orosz hadvezetés alá, hogy akkor akár a légideszanterőkhöz, vagy akár gépesített gyalogsághoz, de mindenképpen a mostani önállóságuk, a mostani ilyen vezetés terén, vagy működés terén jelentkező önállóságuk, az meg fog szűnni. Az, hogy külföldön, azaz a közel-keleten, Afrikában, hogy fog tovább megmaradni ez a Wagner brand, az még a jövő kérdése, de vélhetően ott sokat a hatékonyabb, ha esetleg mégis megmarad ilyen külföldi operációkra a Wagner. Ami viszont nagyon érdekes, hogy itt az egész esemény sorozat alatt se Szergej Sojgu védelmi miniszter, se pedig Valeri Gerasimov vezérkari főnök nem nyilatkozott, nem is adott ki közleményt, nem is beszélt akár ilyen videós kommunikációval, semmi. Sojgról talán azt lehetett hallani, hogy Putyinnal együtt elhagyta Moszkvát, talán ez a legfrissebb élmém, ha egyáltalán hihetünk a híreszteléseknek. Az érdekes volt, hogy összeszámoltam, hogy valami 3-4-szerre hagyta el itt, ami Twitteren jöttek elő ezek az információk, hogy Putyin elhagyta Moszkvát Szentpétervár felé, hogy valami naponta egy nap alatt 3-4-szer az oda-vissza távot megtette. Szóval a családtagokért is. Igen, hogy akkor már valakit még otthon hagytunk, de mindenképpen itt az orosz hadvezetésben is változások fognak beállni, mert itt, hogy ez a konfliktus, ez a Wagner orosz hadvezetés konfliktus ilyen mértékűre nőtt, itt azért mind a két fél hibás benne. És még ha Wagnertől eltekintünk, meg Prigozsinnak a performanszaitól, amik hát eléggé sajátságosak, azért megvannak bizonyos mértékben ezeknek a kritikáknak a legitimációja. Szóval más felől is lehetett már olvasni ott a bürokrácia kapcsán, vagy a korábbi haderőfejlesztések problémái kapcsán, hogy azért nem voltak annyira elégedettek a hadvezetéssel, illetve hát magával a hadvezetés teljesítményével sem, és a jövőben elképzelhető, hogy persze nem most a Wagneres incidens kapcsán, de valami más módon esetleg Szergej Sojgu védelmi minisztert azt nyugdíjazdák, vagy egészségügyi állapota miatt ő kéri felmentését, szóval ez simán elképzelhető. Ugye Lukasenko azt mondta, hogy a Wagner számára előnyös megállapodás köttetett, ebből azt feltételezik, hogy esetleg tényleg belement a vezetés, az orosz vezetés a személycserékbe. Igen, és igen, ahogy Prigozsin is kommunikálta ezt, illetve a fehér orosz fél is kommunikálta, hogy ez a megállapodás szerint történt minden, és hogy ez a kölcsönösen előnyös a felek számára. Szóval itt, ahogy a Wagner is engedett, akár esetleg az önállóságából, illetve abból, hogy akkor Prigozsin külföldre távozik, úgy vélhetően az orosz fél is az orosz hadvezetés is akár személy, akár egyéb koncessziókat megkötött végül a megállapodás érdekében. Azért ne felejtsük el, hogy ahogy Prigozsin külföldre távozik, ez a számüzetés azt is jelenti, hogy vagyona egy részét elveszíti. A készpénzt biztos, hogy nem adják vissza, de egyébként az ő vagyona, üzleti sikerei nagyrészt a Kremltől függtek, a Kreml megrendeléseitől, támogatásától függtek, ezt elveszíti, tehát ez a személyes törés az ő karrierjében, meg a politikairól beszéltünk. Egyébként pedig a Wagneresekről jutott eszembe, hogy kicsit ilyen a kis ördög bújt belém, hogy a Wagnereseket, hogyha kiküldik az első vonalba most kicsi idő múlva, akkor ott bizonyíthatják a lojalitásukat, és csak előre menekülhetnek, tehát az ukránokat lőhetik, mert egyébként hát, hogy felfogalmazok? De most azt halljuk, hogy Afrikába mennek, nem is az ukrán frontra. Hát itt kicsit számomra homályos, tehát, hogy az egész Wagner megye Afrikába, én szerintem annyi ember nem kell Afrikába, viszont a Wagner is letisztul, tehát egyrészt levagdossák a szárnyait, szűkítik az autonómiáját, vagy hát teljesen beszűkítik, és ami marad, az sokkal inkább a klasszikus magánhadseregnek a feladatai maradnak meg, míg
míg ami itt az elmúlt 16 hónapban Ukrajnában kiteljesedett, hát ez nem a magánhadseregek klasszikus működésének felelt meg. Tehát, hogy én el tudom képzelni, hogy itt azért, akik itt maradnak, azokat beintegrálják a hadsereg vezetése alá. Gyakorlatilag egy elit gyalogságot hoznak létre, igen, a Wagner erőiből. Igen, igen. Konstantin, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy a pihenésed alatt is időt szántál ránk, visszaengedünk a szeretteidhez, és természetesen, ha jól tudom, hétfőn jössz hozzánk, úgyhogy a hétfőn fogok érkezni. Majd részletesen is beszélgetünk, addig is szép hétvégét kívánunk neked. Viszont kívánok. István Gábor írt egy ilyen kérdés, hogy van mit kihasználni most az ukránoknak, és ha van, meg tudják csinálni? Újabb frontesemény semmi? A fronton annyi történt, hogy Robotkinónál, tehát a zaporizsiai fronton egy kicsit előbbre nyomultak, de hát ez megint az elmúlt hetek eseményeihez be kell illeszteni, hogy az úgynevezett szürke zónában most egy kilométer ide-oda, az nem számít. Tehát ez nem ez számít, hanem az számít, hogy milyen veszteségek árán, technikai és élőerő veszteségek árán érnek el bármit. Én azt látom, hogy ma igazából nem a frontokra figyelt senki, hanem az oroszországi eseményekre. Tehát ha elhúzódott volna ez a belső válság, és ne adj Isten, polgárháború felé sodródott volna, még csak nem is polgárháborút említek, akkor az egyértelműen az ukránok kezére játszott volna, és akkor az gyengítette volna mindenképpen az orosz erők ukrajnai szereplését is, tehát a fronton is érződött volna. Így viszont, tehát és megint csak egy újabb adalékot, újabb indokot hozok be ahhoz, hogy miért kellett ezt valamilyen módon gyorsan lezárni. Az egyik módja az volt, hogy erővel szétverni, a másik pedig az, hogy valahogy megegyezni, valamilyen kompromisszumra jutni. Azért ez én is úgy gondolom, hogy bölcs dolog volt, mert a vért senki nem szereti, az presztízsveszteséget jelent, még nagyobb presztízsveszteséget jelent. Tehát én úgy gondolom, hogy pontosan ezért az ukrán félnek olyan sok minden kihasználni valója most nincs. Közben itt van már velünk a vonal túlsó végén Vukics Ferenc alezredes is, a Szilajcsikó főmunkatársa. Szervusz, köszönjük, hogy velünk tartasz. Szervusz, sziasztok. És az a helyzet, hogy itt a katonai szakértők többsége ugye hétvégén a szabadságát tölti. Feri, ha jól tudom, akkor egyébként egy kosárlabdatábor szervezésében vett részt, és meg is kapta a kommentelőktől, hogy most, hogy itt zajlanak az események, hallgat, és ebből is látszik, hogy Putyin párti menedzsemben van. Közben pedig csak távoroztatott. Stier Gáborral ülünk itt, Feri, te hogy látod az eseményeket, mi történik most? Hát még annyit hozzátennék, hogy még közben itt éjszaka pedig itt az Iván Dant ünnepeljük Szentendrén, és éppen gyújtogatjuk azokat a mécseseket, amiket a szellő megpróbál minél gyorsabban eltávolítani, de a lényeg, hogy az egész napom teljesen, azt gondoltam, hogy valami fajta közösségi napunk lesz, de ugye tegnap este nagyon gyors fordulatot vettek az események. Hát nem tudom, hogy éppen most hol tartotok az up-to-date állapotba, de ugye az utolsó a Zero Hedge-gén olvastam, hogy már megtörtént egyfajta megegyezés, egy közvetítés a fehér orosz elnökön keresztül, és egy kihirdetésre került egy általános amnestia, de akkor gondolom erről már beszéltetek. Beszéltünk róla, én akkor egy kicsit korábbról kezdeném, hogy ugye nyilván volt egyfajta tapogatózás, hogy most mi történik, és tudom azt, hogy azért figyeled a híreket, miközben sem jós nem vagy sem, nem konzultálsz, gondolom én, az FSB-vel, KGB-vel és társaival, de hogy szerinted ez egy megrendezett színjáték volt, egy pucs, vagy egy nyugati beavatkozás, vagy szerinted mi történt? Hát rengeteg véleményt láttam, van, aki szerint maszkirovka az egész, és az lehetetlen, hogy Prigozsin ezt ilyen olcsón meg tudja úszni, tehát hogyha tényleg valós események zajlottak le itt, akkor még hogyha meg is van a menesztő határozat, vagyis inkább jaj, hogy is kellene mondanom most gyorsan. Igen, segítsék ki.
Én is próbálom azt a szót megtalálni, igen, de... Igen. Tehát szóval a lényeg az, hogy idegen szót, az jól fog hangozni. Igen. Tehát az, hogy az orosz törvények szerint, ezek szerint mentesítik őket a eddigi cselekedeteik alól. Amnestia. Így van. Igen, amnestia. Ennek ellenére, ha ezek mind megtörténtek, amik itt voltak, akkor ez csupán egy lehetőség arra, hogy mindenki, aki ebben részt vegye, az elhagyja Oroszországot. Szerintem akkor ez körülbelül erről szól, hogyha meg kiderül, hogy ott fognak maradni, akkor biztos lehet benne mindenki, hogy maszkirovkáról van szó, vagyis, hogy valami nagyon ügyesen összerakott történet. Hát itt nézegettem, megpróbáltam rákérdezni a nyugati katonai elemzők közül, akikkel tartom a kapcsolatot, hogy őnekik mik a véleményük. Hát teljes megoszlás volt ebben az egészben. Az egyik szerint most fog az igazság órája eljönni Putyinnak, most be kell tudni bizonyítani, hogy keménykező, és hogy igazából ő csak hagyta eddig, hogy ezeket a vörös vonalakat mindig arrébb és arrébb pakolták, és nem adott elég kemény jelzéseket. Aztán volt, ugye azt is számba kellett vetni, hogy igazából amerre a Prigozsin féle alakulat vonulgatott, az ugye döntő részében a frontot ellátó utánpótlásnak a területe, és sokan azt kezdték mondogatni, hogy vajon kivehette meg, hogy pont ebben a nagyon nehéz időszakban ezt az ott lévő szállításokat esetleg meg fogják gátolni, és ezzel lehetetlené teszik a fronton harcoló katonáknak a mindennapjait. De aztán a rosztovi felvételek, amelyek kiszivárogtak, azon az látszódott, hogy a Prigozsinnak a katonái azt mondták, hogy ők nem akarnak harcolni senki ellen, csak több lőszert akarnak, és semmilyen úton, módon nem fogják megakadályozni a fronton lévő bajtársiaiknak a lőszerellátását és egyebeket. Aztán nézegették, hogy akkor már mennyi volt, aki szerint már tuszatjával lőtték le a Prigozsin-féle alakulatnak a tagjai, az orosz légierőnek az eszközeit, de aztán azt lehetett csak látni, hogy helikopterekre lőttek, de a helikopterek is nem tudni, hogy ki, de a helikoptereket nem találták el, aztán utána mindenki bedobott fantasztikus lelőtt helikopterekről, repülőgépekről felvételeket. Akkor lehet, hogy ezek nem is igazi felvételek? Hanem például a repülőgépről leesett, a repülőgépről lévő felvételt, azt be tudtuk azonosítani, hogy egy évvel korábbi ukrajnai eseményekről volt szó. Tehát, hogy azért nagyon ügyesen mindenki megpróbálta ezt felhasználni. Az egész az volt az érdekes, hogy oroszlán szívű Richardot csináltak hirtelen nyugaton Prigozsinból. Igen, és de ráadásul úgy, hogy hát aki hallotta Prigozsinnak nemrégiben a kijelentéseit, az ugye nem egy ukrajna párti kijelentés volt, sőt, ugye Ukrajna felszámolására szólított föl, illetve elég keményen állt ahhoz, hogy mennyire kellene komolyan venni mondjuk ezt a háborút, és egy teljes mozgósítást kellene elrendelni Oroszországban. Az a mindenki elgondolkodhat rajta, hogy vajon milyen az, amikor 300 000 orosz katonát mozgósítanak, vagy amikor 3 milliót, hogy melyikkel jár jobban úgy a világ. És a másik nagyon fontos dolog, amit itt figyeltünk, az, hogy a lakosságnak mik lesznek a reakciói, és mik lesznek a katonáknak a reakciói, és esetleg bármilyen az orosz társadalomban jelentős szerepet betöltő vezető egyáltalán mit nyilatkozik erről, de azt lehetett látni, hogy se a katonák részéről, se a lakosság részéről, az orosz vezetői karnak a részéről semmiféle megnyilvánulás nem volt, amelyik Prigozsin támogatta volna, vagy segítette volna. Tehát itt is egy ilyen érdekes kétség jött létre az emberbe, hogy valójában higgyen-e annak, ami éppen most a szeme láttára történik, vagy nem. Miközben én az előző napi, ugye mindig azon vagyok, hogy egy nappal később kommentálja csak az ember a front helyzetet, mert annyira sok az álhír, hogy az legalább egy napig tart kiszűrni, hogy valójában mi is történik, és merre felé mozognak az erők, és azt lehet látni, hogy nagyon intenzív harcok zajlottak a tegnapi napon a fronton, de semmi nem igazolta. Tehát az, hogy ebből most bármi ilyen jellegű eseménysor induljon el. Én láttam a felvételt, nem tudom, hogy majd Gáboréknak mi a véleménye,
vélemény erről. Láttam a felvételt, ami miatt állítólag a Prigozsin kiakadt, hogy, hogy az orosz hadsereg mért csapást a Wagner erőkre. Hát ez egy kicsit hollywoodi, nagyon rövid, nagyon gyors, beazonosíthatatlan részekkel, és még sorolhatnám. Tehát, hogy nem tűnik túl hitelesnek az anyag, ami ezzel kapcsolatosan megjelent, legalábbis amit én láttam, mert már hogy a végén mennyi minden jelenik meg, azt az ember nem tud igazából már számot vetni rajta. Most nézegettem nemrégiben, hogy a német sajtóban folyamatosan a legmenőbb német újságoknak a címlapjain jelennek meg amúgy a háborút elítélő nyilatkozatok, de természetesen nem ezek a nagyhírű német újságoknak a valódi címlapjairól van szó, hanem azért Németországban is dolgoznak keményen azon, hogy megpróbálják az információt az emberekhez eljuttatni, de azért a német média még jelen pillanatban nem ott tart, hogy mondjuk belátná, hogy a fegyverszállítások igazából hova is vezetnek, és merre felé is tart ez az egész történés. Nagyon sok mindent értékeltek. Ugye amikor meghallottam, hogy majd beszélni fogunk, akkor gyorsan egy 15 oldalas kicsi kis jegyzőkönyvet összeállítottam, hogy igazából mi minden történt az elmúlt időszakban, és hogy mit is gondoljunk róla, és ahogy szépen lassan jöttek a hírek, ugye estére már ugye megérkezett a fehér orosz elnöknek a közvetítéséről szóló hír, és akkor sokan megállapították, hogy akkor egy 22 óráig tartó puccsról van itt valójában szó. Itt meg lett kérdőjelezve az is, hogy valójában a Prigozsin teljes egészében kézbe tartja-e a Wagnert. Ugye gondolom arról beszéltetek, hogy ez az egész ügynek maximum a hátterében az lehet, hogy a különböző magánvállalkozókkal szerződést írt alá az orosz hadsereg. Gondolom erről beszéltetek. Abszolút, nem akarom. Igen, ismételni, és végig is Prigozsin ezt nem fogadta el. Itt a döntő részében úgy tűnik, hogy a pénzről van szó. Igazából azok, akik a szerződést aláírták, ugyanazok az juttatásokat kapják meg, sebesülés, halál, vagy bármi egyéb esetén, mint amúgy a normál orosz katonák, vagyis ezzel akik ott harcolnak, én gondolom, hogy valamilyen szinten jobban járnak, viszont az irányítás mindenképpen, hogy az orosz hadsereget illeti meg a szerződés aláírása után. És akkor itt arról beszélgettek, hogy a Prigozsinnak a tisztikara, vajon mennyiben működik együtt ebben az egésszel, és lehet, hogy nem is valójában teljes Wagnerről van szó, hanem a Wagner egy részének a lázadása, lehet szó, mennyire tudja ő majd irányítani bármilyen folyamatot, tehát csak a közösségi médián keresztül nem lehet vezetni egy ilyen haderőt. Aztán a másik, hogy ez valójában milyen erőt is képvisel, ugye 25 ezer főről beszéltek, de én nagyon őszinte leszek, akárhogyan is számolgattam, én nem találtam 14-17 ezernél többet. Aki... Mi még annyit sem. Igen, de tehát az volt a maximum, amit lehetett, de hát az lehetetlen lett volna, hogy az egy helyen van, hiszen az erőknek egy jelentős része amúgy szabadságát tölti, tehát hogy nincsenek is a környéken. Van, aki amúgy éppen Szocsiban nyaral, vagy felhasználta a lehetőséget arra, hogy elmenjen egyet vadászni messze keletre. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy egy kicsit túlértelmezett volt, meg ha sokan akkor azt mondták, hogy akkor lehet, hogy ugyanarra számít, mint amire az ukrán haderő is számított, hogy amúgy mindenféle képességeknek, és itt a legfontosabb szó szerintem a képesség, hogy mire lett volna képes mondjuk egy ilyen társaság, ha még a 25 ezer katonája is meg lett volna. Tehát, hogyha ő egy napon belül nem tud sikert elérni, akkor hosszú távon ennek a társaságnak semmi esélye nincs. Ugye a kievi vezetés azt nyilatkozta, hogy ha 48 óráig kitart Prigozsin, akkor meg fog bukni az orosz rendszer. És hát természetesen most... mi meg arról beszélünk, hogy esetleg ez nem fog megbukni, akkor már egyértelmű, hogy a melyik oldalnak a dolgait fújjuk. Hát elég nehéz most már, itt éppen nézegettem, hogy az Ultrahangnak a előadói csapatára is nagyon gyors információgyűjtés megy néhány helyről, és már arra biztatnálak, hogy akkor nézd meg, hogy milyen sokan vannak azok, akik most már azokból a műsorokból szeretnének megélni, amiket ti csináltok, hogy azoknak az ellen oldalát ők szeretnék megmutatni, vagyis inkább mélyen megkritizálni. Én meg azt javasolnám inkább nekik, hogy ők is építsenek fel egy olyan
csatornát, ahol 120-150 ezer ember összetudnak gyűjteni, és akkor megfelelő minőségű szakértőkkel, meg információkkal látják el az embereket, és majd az emberek eldöntik, hogy szerintük hol lehet valahol az igazság, hogy hol nem. És akkor itt visszatérve a történetre, szerintem, ha ez igazi maszkirovka, akkor ahogyan az orosz oldalon szokott ez lenni, akkor erről 100 év múlva se fogunk tudni semmit pontosat. Na akkor ide elmondanám egyébként, hogy feltettünk egy hallgatói kérdést most a nézőinknek, ami úgy szól, hogy színjáték volt-e Prigozsin Moszkva elleni akciója. Ugye jelenleg 3 csatornán megy ez a mostani beszélgetés. Az Ultrahangon úgy áll, hogy 60% szerint igen, 40% szerint nem, 638 szavazat. Aztán az Ultrahang pluszon 57% igen, 43% nem, itt 37 szavazat érkezett, egy kicsit itt kevesebben vannak, és a Hitrádiónál 206 szavazat érkezett, ott szintén 60% igen, 40% nem. Tehát sokan azt gondolják, a többség azt gondolja, hogy színjáték. De miért is gondolják azt? Egyrészt azért, mert kevés az információ, és egy ilyen esemény sornál azért valahol természetes az, hogy nincsenek az olvasók, hallgatók a teljes információ halmaz tudatában, ez az egyik, a másik pedig úgy gondolják, hogy minél keletebbre megyünk, tehát vagy Oroszországban azért ilyen homályosan mennek a dolgok, nem mindig mennek annyira homályosan, de egyébként 10-en mennek. Visszatérve egyébként itt Feri által elmondottakra, 2 dologot erősítenék meg, tehát amit még az elején mondott, hogy ami a kiinduló pontja volt, illetőleg az egész eseménysornak, illetőleg amit fölhozott tegnap Prigozsin, hogy csapás érte a Wagner táborát, azt senki nem erősítette meg, sőt, egyértelműen cáfolták. Nem csak a minisztérium, hanem azért mértékadó elemző nem volt, aki ezt komolyan vette volna. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy a Wagneresek tisztikara tudott erről az egészről, hogy mi készül, és nagyon sokan egyébként csak megkapták a parancsot, és akkor értesültek arról, hogy mi is lesz a feladatuk. Tehát ez nem tesz jót egyébként hát most már múlt időben beszélhetünk a Wagnerről, de nem tett jót Prigozsin megítélésének sem, imázsának, és az egészről, hogyha beszélünk, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon furcsa puccs vagy lázadás volt. Itt mindenféle történelmi párhuzamokat már hoztunk az előző adásban is, és én azt látom, én inkább úgy fogalmaznék, hogy eléggé ilyen szappanoperaszerű, vagy panyvaregényszerű volt az egész, és ez tökéletesen megfelel, és még egyszer csak a saját narratívámat próbálom erősíteni, hogy tökéletesen megfelel Prigozsinnak, személyiségének. Hogy fogalmazzak, hogy nem mindig fut százon a fiatalember, aki nem is olyan fiatal, mint itt kiderített. Így van. Én még talán annyival egészíteném ki egy kicsit, ami gyanú bennem létrejött. Én őszinte leszek, én nagyon tartottam attól, hogy egy újabb eszkalációs folyamat indul el, de én ebben Fehér Oroszországban láttam a lehetőséget, pont az atomfegyvereknek az odaszállítása miatt, hogy esetleg ez bekövetkezhet, mivel hogy akkor lehet, hogy egy Fehér Oroszországban bekövetkezendő puccs, vagy egy rendszerváltás kapcsán akár az ukránok atomfegyverhez is juthatnak például, tehát hogy ott lehet egy ilyen gyenge pont, és én amikor az ukránok elkezdték a Fehér Orosz határtól elvonni az erőket, akkor egy kicsit azon kezdtem el gondolkodni, hogy a felelősséget akarják esetleg egy ott bekövetkező eseménysor kapcsán magukról valamilyen utomódon leszedni, és hát helyette egy teljesen más eseménysor következett be. Annyit azért elmondanék, hogy aki Danilovnak, meg a Reznikovnak, meg a Kulebának a korábbi nyilatkozataira emlékszik, abban nagyon sok alkalommal fordult az elő, hogy ők felhívták a figyelmet arra, hogy ez a háború Oroszországban fog majd befejeződni, tehát hogy odáig fog tartani, és hogy igazából Putyin is most azért nyilatkozik az ukrán ellentámadásról, mert érzi, hogy közeleg a vég, és hogy ez néhány napon belül be fog következni, és egy kicsit ilyenkor az az érzése van az embernek, hogy én bennem ez az érzés valójában a Trudeau-nak a látogatását
után fogalmazódott meg, hogy éppen a legnagyobb veszteségek közepette voltak az ukránok, és ők arról nyilatkoztak, hogy ez Oroszországban fog folytatódni ez a háború, és olyan volt, mintha valamit ők nagyon tudtak volna, és nagyon előkészültek volna, és ugye ugyanezt erősíti meg az, hogy Danilov nemrégiben mondta, ugye egy fél nappal ezelőtt, hogy a háború Oroszországon belül hogy fog véget érni, és az a folyamat most elkezdődött, tehát megismételte ezt a kijelentését, és aki emlékszik rá, ugye Kuleba is, meg Danilov is arról beszéltek, hogy a mostani orosz rendszer egy néhány nappal ezelőtt a nyugat rossz politikájának a terméke, mert nem szálltak szembe a gonoszszal, és ugye Kuleba most nemrégiben arról úgy beszélt az oroszországi lázadásról, hogy a világnak véget kell vetni a gonoszságnak, mert ezt eddig félt elpusztítani, de most már meg kell tennie. Ugye látszik az a erőltetése annak, hogy minél jobban bevonják a feleket, és aki emlékszik hogy az atomerőművel kapcsolatos legújabb kijelentéseikre, azt pedig azt mondták, hogy ugye az megfelel egy, minthogyha egy NATO országot támadnának meg, tehát hogyha az atomerőművel valami történik, akkor az olyan lesz, minthogyha egy NATO országot támadnának meg. Aztán itt van, hogy a fehér orosz hadseregnek az alezredese ugye a honfitársaihoz fordult az oroszországi zavargások kapcsán is, ugye megpróbált őket felszólítani arra, hogy ők is keljenek föl, és pár dolog azért úgy összetalálkozott bennem, az a svédeknek a kijelentése, hogy Oroszországnak totális katonai vereséget kell szenvednie, ami megint csak azért meglepő, mert éppen akkor nyilatkozták ezt, amikor éppen nem állt jól az ukrán ellentámadás, és valami teljesen mást kellett volna éreznünk, hogy ő nekik is egy kicsit visszafogottabban kellett volna nyilatkozni, de ez nem történt meg. És akkor itt ugye is voltak itt, azt mondták, hogy az üzemanyagraktárnak a felrobbanása okozott itt komoly problémát, de ezt aztán nagyjából tudjuk, hogy egy Kamov 52-esre lőttek egy Strela 10-essel, és az nem talált el, ami végül egy üzemanyagraktárban véletlenül csapódott bele, és ott az tüzet okozott, aminek a végén az utolsó információm az volt, hogy több mint 100 tűzoltó dolgozik ott, 30 tűzoltó autóval is próbálják a tüzet megoldani, vagyis helyrehozni, eloltani, és akkor ugye itt reggel ugye néztük itt az M4-es autópályán ma reggel ugye a Wagner konvojra mért légi csapásnak a pillanatait, ami megint egy kicsit olyan gyanús volt nekem, mert a konvoj állt, az a néhány autó, amit láttunk benne állt, és akkor utána pedig a becsapódás következtében a konvoj mellett álló katonák, azok nem menekültek, nem futottak sehova, nem csináltak semmit, ugyanúgy várakoztak tovább, mint hogyha mi se történt volna. Tehát olyan érdekes dolog volt. Aztán utána kiderült, hogy robbanás jelentettek ugye a Rosztovi déli katonai körzet parancsnokságának a területéről, de még ugye azt mondták, hogy akkor nem világos, hogy pontosan mi is történt. Aztán kiderült, hogy ilyen pirotechnikai eszközöknek a felrobbantására került ott sor, tehát egyáltalán nem látszik, hogy ez annyira komoly lett volna. Úgyhogy hír az rengeteg volt az elmúlt néhány órával kapcsolatosan. Hát, hogy mi a következtetés az meg a következő napoknak, heteknek? Itt volt néhány nagyon-nagyon jó érces kijelentés, hogy ezekből talózhatok. Az egyik az volt benne, hogy a Prigozsinnak azt mondták, hogy lehet, hogy a menekülés okosabb lett volna, de Hodorkovszkijhoz hasonlóan lehet, hogy ő is azt hitte, hogy túl nagy a börtönhöz. És ami még egyszer mondom, hogy szerintem a megoldásnak a kulcsa megint csak a polgári lakosságnak a kérdése, hogy ő hogyan reagál, hogyan viselkedik, és abban mindenki biztos lehet, hogy mondjuk a civil oroszokra biztos, hogy a Wagneresek nem nagyon fognak lőni, és nagyon elkötelezettnek, tényleg egy Prigozsin pártinak, vagy nem tudom, kinek kell lenni ahhoz, hogy mondjuk utána a katonákra lőjenek rá, hogy itt voltak olyan felvételek, hogy 20-asával ejtették el az orosz katonákat a Wagner zsoldosok, és akkor kísérgették őket, de közben az is látható volt, hogy a környezetükben lévő orosz katonák meg várják, hogy valaki megmondjon egy
valamit mondjon, hogy most akkor mit csináljanak velük, vagy hogyan reagálják le azokat az események, amik most történtek, mert igazából se ők maguk nem nagyon értették az eseményeket, illetve a parancsnokaik sem nagyon értették, ami körülöttük zajlik. És az látszódott, hogy ők direkt nem akarnak oroszokkal konfrontálódni, de hát az mindenki számára biztos nagyon jó lett volna. Hát mármint, hogy nagyon sok szurkoló hirtelen megjelent, hogy akkor nem a Beethoven a kedvenc zeneszerzője ezután a pillanat után, hanem akik a Wagner. Terror szervezetnek nyilvánították, azok most hajrá Wagnereztek. Igen, akik akarnak, igen, terror szervezeté, és hát ráadásul tudjuk, hogy a kemény vonalasok közé tartoznak, tehát hogy mit vártak, tehát azt várták volna, hogy utána esetleg a Wagneresek, vagy Prigozsin, aki amúgy különben az orosz társadalomnak szinte a teljes rétegét próbálta mindig megszólítani üzenetére, tehát mindenkinek üzent valamit, tehát a legszélsőségesebb, legkeményvonalasabb nacionalistáknak is próbált üzenni, meg a nyugatpártiaknak is mind egyszerre. Ugyanazt próbálta mind a két. Így van, igen. Azt azért azt lehet mondani, hogy amikor az elmúlt hetekben hallottuk őt nyilatkozni, akkor mindig azt hallottuk tőle, hogy mintha annak szurkolt volna, hogy ha ők átadják mondjuk Bakhmutnál a csatateret, akkor ott majd az orosz haderő az gyorsan el fogja veszíteni, és akkor az ő fontosságuk az jó lesz, tehát arra mindenki fel fogja hívni a figyelmet. Úgy tűnt, mintha a bal szerencsét kívánt volna a reguláris hadseregnek. Hát egy exhibicionista volt, és önmagát. Igen. És amikor meg most kiderült, hogy az orosz hadsereg mondjuk az elmúlt egy hónapban mégse az történt vele, amit Prigozsin előre mondott, hogy amiket mondott előre, hogy szét fog esni, hogy ez egy Oroszország számára egy komoly csapás lesz, és még sorolhatnánk az összes többi ehhez tartozó véleményt. Tehát tényleg azt lehetett látni, mint hogy tényleg bal szerencsét kívánt volna, mert az úgy elősegítette volna, az ő érdemeit növelte volna, vagy nagyobbá tette volna. És hát azért annyit azért el tudunk mondani, hogy a másik oldalt is a dolgaira is felhívjuk a figyelmet, hogy ez az epizód, ez meg fogja adni a neokonoknak azt, amire szükségük volt, hogy bizonyítsák, hogy ők nem tévedtek, Oroszország akár bármelyik pillanatban az összeomlásnak a szélére kerülhet, és megtörténhet egy ilyen belső átalakulás, amely a Putyin rendszernek a bukását okozhatja, ugye igazából valójában éppen erre vágytak, és most lehet, hogy még több olajat fognak önteni a tűzre, tehát sok elemző azt mondja, hogy ebbe az irányba fogunk majd tartani az elkövetkező időszakban. Ez biztos, hogy a bekövetkezett események Oroszországnak nem tettek jót, még ha Maszkirovka volt is, de hát ezt majd az elkövetkező napoknak az eseményei fogják igazából kideríteni. Vannak olyan nyugati vélemények, hogy a Moon of Alabama-n olvastam, hogy a végén ez még jól is jöhet Oroszországnak, mert kitakarítja az őrülteket a harctérről, ugye akiket teljes egészében megrészegített a pozícióba való felemelésük, és valójában ezt a pozíciót ők nem tudják betölteni, és szinte biztos esetében, mint a teljes egészében a pénzről szólhat ez, és sokan felvetették a kérdést, hogy mikor volt az a pillanat, amikor Prigozsint megvették. És ki támogathatja a magasrangú személyek közül, és hogy miért adtak neki ennyi mozgásteret, mikor a legtöbb vélemény szerint már hónapokkal ezelőtt megvádolhatták volna hazárlással. Na most, hogyha ha itt ennek az események kapcsán is a végén Prigozsin mégse fog börtönbe kerülni, és szinte senki sem, akkor megint csak feltessük a kérdést, hogy akkor biztos, hogy ez nem egy megrendezett akció volt, mert ha meg nem megrendezett akció, akkor pedig a legliberálisabb, vezetésű ország ezek szerint Oroszország, ahol egy ilyen dolgot is megengednek. Aztán annyi van, hogy a Web Unionnak a megállapítása az, hogy ez a Wagner lázadás valóban egy PSYOPS. Tehát, hogy ők is úgy értékelik, hogy tehát ők nagyon durva kijelentést tesznek, tehát azt mondják, hogy egy nagyon komoly eszkaláció következik orosz részről, és annak az előkészítése zajlik, annak érdekében, hogy esetleg még több katonát lehessen majd mozgósítani. Hát az ő állításuk arról szól, hogy talán egy NATO ország elleni fellépés
lehet ez, de hát ezt én kétlem, hogy ez megtörtént volna. Hát meglátjuk. Igen? Igen, igen, itt közben vészesen fogy a műsoridőnk, úgyhogy én elengedlek. Jaj, bocsánatot kérek, hogy ilyen sokáig feltartottam. Nagyon-nagyon izgalmas volt, csak még megnéznénk egy-két közösségi médiás hírt is, és tudom azt, hogy neked is ráadásul még programod van, úgyhogy innen fogjuk folytatni, ugye legközelebb. Össze kell szedni a mécseseket itt a Szentendrei templomhegyen. Igen, igen. Ez mindenképp fontos, meg közben hallottam, hogy már harangoztak is, vagy valami csengés volt a háttérben. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és fogjuk folytatni természetesen a beszélgetést, és szép estét kívánunk tovább. Szép estét kívánok mindenkinek. Miközben Longauer Andris megérkezik ide a stúdióba, én elmondanék még egy érdekes részletet, hogy a Prigozsin és a Wagner csatornáin össze-vissza kommunikáltak egyébként, mert hogy az, hogy a Wagner erői visszavonulnak, azt eredetileg a Prigozsin sajtószolgálata nevű Telegram oldal közölte, amely már régóta oszt meg hangfelvételeket a zsoldos vezértől. A Wagner Group nevű Telegram csatornán szintén ezt az üzenetet osztották meg. Ehhez képest a Prigozsinnak a saját Telegram csatornáján nincs nyoma annak, hogy visszavonulnak. Este 19 óra 11-kor ezen a csatornán még azt írták, hogy az Orosz Föderáció megszűnt létezni, utána 19 óra 15 perckor cáfolták Alekszandr Lukasenkának a megállapodásról szóló közleményét. Valóban tárgyaltunk, de sikertelenül, minden, amit a média ír, az hazugság, ezt közölték Prigozsin személyes oldalán. Később aztán 20 óra 5-kor azt írták, hogy Szergej Sojgu védelmi miniszter letartóztatás alá került. Azt is hozzátették, hogy az orosz kormányzat teljesíteni fogja Prigozsin feltételeit. Semminek nincs még vége, ne aggódjatok, csak várjatok. Hangzott egy későbbi üzenet 20 óra 13 perckor, most ugye 22 óra 38 perc van, közben már lehet látni, hogy tényleg visszavonulnak a katonák, és egyébként pedig a legfrissebb hírek szerint az van, hogy akkor tényleg Fehér Oroszországba költözik Prigozsin, erről most már hivatalos bejelentés van, még a Kreml is közölte azt, hogy akkor ez a döntés született. A Wagner csatornáival kapcsolatban azért tegnap óta most már nagyon sokat blokkoltak, meg lezártak az orosz hivatalos szervek, ez az egyik, ami pedig Prigozsinnak a személyes csatornáján megjelent, ez csak alátámasztja mindazt, amit mondtam, hogy hát mentális problémákkal küzdik, vagy legalábbis nem nagyon tudja feldolgozni az eseményeket Prigozsin. Dmitrij Peszkov közölte egyébként, hogy Evgenyi Prigozsin, a Wagner csoport vezetője Belarusba távozik, és megerősítette azt is, hogy valóban ejtik az ellene indított büntetőeljárást. Azt viszont nem közölte, hogy Prigozsin mit fog csinálni Belarusban, illetve hogy egyáltalán most hol van. Közben a szavazás eredményét ismertetném, és utána Andris, ha egy-két érdekességet össze tudná szedni, hogy azért nagyon érdekes, hogy a hallgatóink többsége azt gondolja, hogy színjáték volt Prigozsinnak a Moszkva elleni akciója. A Hit Rádiónál ez az arány 61% a 39%. Az Ultrahangnál 59% a 41-hez, és az Ultrahang plusz 62% a 38-hoz. Egyébként nagyon sokan néznek minket, itt felhívják a figyelmet, hogy ugye három csatornán is közvetítjük, több mint 10 000 vannak most itt velünk élőben, ami egyébként számomra is meglepő, mert ez már egészen versenyképes így más csatornákkal is, de természetesen nem a szám a lényeg, hanem az, hogy nagyon jó közönség áll össze. Látom, hogy nagyon sok színvonalas komment is érkezik. Nem mindegyik komment színvonalas, de sokan tényleg gondolkodnak, hogy most mi történik. Andris, mi történik? Hajaj! Én minden miközben ugye itt színvonalasabb elemzéseket hallhattunk. Ugye elkövettem azt a hibát, hogy én a Twitteren és egyéb felületeken így követtem az emberek diskurzióját, hogy ki hogyan szemléli az történt eseményeket. És hát az a helyzet, hogy még így az események elteltével is nem nagyon változott a narratíva egyébként. Most leginkább azon sajnálkoznak az emberek, hogy Prigozsin megállt. Tehát, hogy ilyen lemondólag beszélnek róla, hogy... Nincs hát, vérontás. Ja, hogy ennyire szeretik a háborút az emberek. Hát meg ugye azt, ilyeneket írogatnak sokan, hogy most természetesen itt mielőtt valaki a fejemhez vágja, hogy nem lehet példákból levonni átlagot. Én most olvasgattam különböző hashtagek alatt, illetve különböző social platformokon mindenféle ilyen csoportba, illetve threadekbe igyekeztem belenézni, és azért a többség arról beszélt, hogy de kár, hogy nem. És méghozzá azért azzal indokolták egyébként, hogy hát így várjon az ember katonai puccsot Oroszországba. Na már most
én nem tudom, hogy a hallgatók többsége hogyan gondolkodik, de engem egy oroszországi katonai pucs, ez mindenképpen megijesztene, még a legtávolabbi forgatókönyvben is. Ugye erről több szakértő is beszélt, hogy ez rendkívül komoly biztonsági kockázatokat hordozna magával, és ha már ilyen esetleg egy kis személyesebb vonalon is meg lehet szólalni, engem azért elrémisztett. Most az egy dolog, hogy most már az orosz-ukrán háború azért egy kicsit kiégette a receptorainkat, tehát hogy sajnos már olyan sok szörnyűséget kell olvasni a különböző hírfolyamokba, hogy az ember már nem lepődik meg nagyon sok mindenen, de azért itt egy pillanatig azért bevillant előttem, hogy azért Oroszország, sokat kritizálják, hogy ő leáldozóban van, stb., de azért továbbra is egy atomhatalom, egy nagy hatalom. Mi történik akkor, ha esetleg valamilyen úton módon mégis csak egy ilyen Prigozsin-féle színésznek, most ez mindig egy jó kifejezés, ez vissza lehet nyúlni, ilyen színésznek a kezébe kerülnek a dolgok. Az a helyzet, hogy nekem személyesen ez egy kicsit egy átmeneti aggodalmi gondolatot azért elindított a fejem hátsó részében, hogy azért ez kellemetlen tudna lenni, és ami még szürreálisabb volt nekem, hogy ahogyan így böngésztem, nézegettem az embereket, nézegettem a tudósításokat, az emberekben nem ezt láttam kirajzolódni. Nem az volt az első gondolat az emberekben, hogy opa, mi lesz akkor, hogyha szétesik egy olyan hatalom, mint Oroszország, és kinek a kezébe fognak kerülni a darabok, hanem az volt, hogy hajrá Wagner, és azért itt elgondolkodtam... Bárki csak ne Putyin, váltsuk le bármiáról, ha kell egy terrorszervezetet. Hogy mennyit változott a világ, emlékezzünk, hát aki tud, vagy élt meg hogy visszaemlékszik arra, hogy 1991-ben a moszkvai puccs idején, mondjuk Magyarországon alapvetően az aggodalom, az ijegység, hogy úristen, mi lesz? Mi lesz itt velünk, mi lesz Európával, tehát ez az a hangulat volt az uralkodó, most pedig ez, amit András mond, azért ez egy kicsit óriásit a Brexit, hogy nem gondolnak a másnapra. Így van, óriásit változott a világ, és nem jó irányba. Egyébként azt mondják, hogy itt tulajdonképpen az megállapodás, az ugye három dologról szól. A Szergej Sojgu védelmi miniszter és Valerij Gerasimov vezérkari főnök azonnali lemondása. Nyilván ezt meglátjuk a következő napokban. Kérdés, hogy például az orosz rezsim ezt hogy tudja úgy kommunikálni, hogy arcvesztés nélkül, vagy nem is fog ügyelni a látszatra. Ez ugye. A másik, hogy a Wagner csoport műveleteinek átcsoportosítása Afrikába, és a harmadik, hogy amnestia minden zendülésben résztvevő Wagner zsoldosnak. És én azon gondolkodtam, hogy mennyire, tehát amikor ilyen árulás, meg megosztás van, azok, akik együtt harcoltak Ukrajna ellen, egy ilyen helyzet az mennyire okoz törést ugye az orosz népléleknél, vagy a Wagner amúgy is egy ilyen különálló egységként működött? A Wagner különálló egységként működött, tehát előbb többször beszéltünk, hogy mindent megtett a hatalom annak érdekében, hogy az orosz kormányközeli hivatalos csatornákon ne nagyon fusson nagyot, de ne nagyon legyen ott a Wagner, és Prigozsinnak a népszerűsége azért nem a Telegram csatornákon, az egy külön világ, de azért, bocsánat, Oroszország lakosságának hány százaléka követi a Telegram csatornákat, és hány a televíziókat még mindig. Szóval Prigozsinnak a népszerűsége egy kicsit hasonlított így Navalnyéhoz. Tehát mi ebben a nyugati buborékban, hiszen reggeltől estig Prigozsin minden mondata, korábban Kadirovnak minden mondata, ugye már jó kattintósak, meg egyébként is szurkolt a fősodor annak, hogy Putyinnak kellemetlenebb legyen, meg ha valaki jól odamond Putyinnak, akkor az milyen jó fej, az nem érdekel, hogy ki mondja azt. Szóval... itt sokkal népszerűbb volt, sokkal ismertebb volt, Oroszországban azért ez vissza, nem mondom, hogy nem ismert, meg nem tudnak a Wagnerről, de nem, nincs, nem, nincs az a fölhajtás körülötte, mint egyébként itt a nyugati blokkban. Ha már viszont, hogy őszintén szóval engem ez megrémisztett, de hogy ez, mit láttam Tamásra azért, így, ha már ilyen személyes dolgoknál jártunk, hogy hát te sütögettél. Én grilleztem, mert megígértem a feleségemnek, hogy grillezek, úgyhogy a Moszkva tér délutáni felvétele és a mostani felvétel között kipakoltam az erkélyre a kontakt elektromos grillt, és megsütöttem rajta. Hallgatókat ezúton buzítjuk, hogy ők is írják meg, miközben az egyik kezemben a villa meg a forgó lapát, vagy nem mondhatjuk, hogy hívják, tehát a hús valami, amivel ezért a másik kezemben meg a telefonom, és figyeltem a híreket. Tehát, hogy azért ez is egy érdekes helyzet, hogy nyilván a háború
zajlik, meg az események zajlanak, közben meg mindenki éli a saját életét is, és azért megtanultunk ezzel a háborúval együtt élni. Azért igen, az elmúlt 16 hónapban azért most már muszáj volt megtanulni, és tényleg kicsit, ahogy említette András is, kiégetett bennünket, mert nem lehet egyébként folyamatosan ebben abban a lázban égni, hogy amiben az elején meg annyira sokkoltan, annyira élni, tehát megszoktuk. Sajnos ez így van, még a legszörnyűbb háborúkat is egy kicsit megszokjuk. Hát ebben a háborús történetben egyébként tényleg ilyen igazi szappanopera volt ez az elmúlt 24 óra, amely lényegében az elmúlt jó egy hónap, másfél-két hónapnak a végkifejlete volt. Azért most többen mondják, hogy persze, mert igen, ez látszott, meg minden. Azért az, hogy ennyire félőrült a Prigozsin, azért nem hiszem, hogy sokan gondolták. Pont mondtam neked még délután, amikor megérkeztél, talán azzal fogadtalak, hogy így én úgy érzem, hogy két dologra nem lehetett számítani. Az egyik, hogy ki fog törni az orosz-ukrán háború, a másik, hogy a Prigozsin ideig elmegy. Igen. És hogy szerintem ez nem a szakértőknek a hibája, mert tehát, hogy most te bemondtad volna itt a műsorunk, hogy gyerekek, az lesz, hogy a Prigozsin megindul Moszkva felé, hát kiröhögtek volna. Semmi racionalitás, az máskor is, hogy a titkosszolgálatok vajon mit tudtak erről? Tudtak, tehát az egyértelmű, és az is egyértelmű, hogy Moszkva készült, illetve a Kreml készült arra, hogy leszámol a Wagnerrel, ez el is kezdődött ezekkel a szerződésekkel, ez egy folyamat volt, és hát erre volt válasz Prigozsinnak ez az őrülete, egyébként logikus válasz valahol, de hibás válasz, az egyértelmű. Tehát én ezért is mondom, hogy ez valamilyen szempontból logikus, tehát én kevésbé keresek mögöttes mozgatókat és történeteket. És mert számomra elég világos. És szerintem azt lehetett képzelni, hogy a Prigozsin felhúzta magát valamin, ugye a kérdés, hogy mondjuk tényleg történet. Az ennél kicsit bonyolultabb, de még ez is benne van. Na jó, van, akkor most elindulunk Moszkvába, tehát hogy elő volt készítve. Ez legkésőbb valahol a bakhmuti ostrom végjátékánál elkezdődött, amikor már egyébként nem kapott annyi lőszert, nem büntették. Most látjuk egyébként, hogy annyit kapott a Wagner arányaiban, tehát hogy ők jobban benne voltak a csatában, azért többet, de arányaiban annyit kapott, amelyet a hadsereg többi része. Hiszen visszafogták. El fog menni, hogyha nem kap lőszert, igen, és akkor meg is állapodta. Én ott mondtam először, hogy el fog menni? Lehet, hogy akkor hátulról kapja a golyót, mert hazaárulóknak az jár. Tehát ebben a helyzetben is, bocsánat, még a mondatomat hadd fejezzem be, azért, mert most látjuk, hogy miért kapott kevesebbet a Wagner meg a hadsereg is, azért, mert tartalékoltak arra, ami utána következik, és most be is következett az ukrán ellentámadás, és hogyha nem halmoznak föl annyi lőszert, akkor nem tudják ezt a tüzérségi fölényt biztosítani, mint ami most van az aporizsiai fronton. Egyébként nem, hogy említette Tamás, hogy egy titkos szolgálat, hát nem ez lett volna az legelső helyzet a háború során, amikor bizonyos kialakult helyzetekről utólag derült ki, hogy rendelkeztek titkos szolgálatok. Mert így működnek a titkos szolgálatok. Hát igen, ha mindenki tudna róla, akkor nem. Pontosan ugye, ami számomra érdekes ezekben a helyzetekben mindig, hogy mennyire tudja utólag akár a közvélemény, akár a szakértők ezeket feldolgozni. Ugye például mondjuk akár az északi áramlat kérdéskörében is ugye azt lehetett megfigyelni, hogy volt egy ugyanez, mint ahogy most, tehát egy média hullám, az emberek a Twitteren, meg mindenhol megőrültek, mindenki választott egy oldalt. Mindenki valami tényként állított a saját ízlésének megfelelően. Aztán most már azért az igazságnak, mintha néhány morzsaja kijönne. Közben egy friss hír, hogy Alekszandr Lukasenko belarusz elnök sajtóirodája közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök köszönetet mondott fehér orosz kollégájának, amiért tárgyalt Prigozsinnal, aki ezt követően beleegyezett abba, hogy visszafordítsa a zsoldos hadseregét. Közlésük szerint az orosz és a belarusz elnök szombat este helyi idő szerint 21 órakor ismét telefonon egyeztetett, és Lukasenko részletesen tájékoztatta Putyint Prigozsinnal folytatott tárgyalásainak eredményeiről. A Kreml egyelőre nem nyilatkozott az ügyben. Véleményem szerint ez nagyon jó húzás volt, hogy Lukasenkóval tárgyaltatták le ezt az egészet. Nem ereszkedett le Putyin arra. Nem ereszkedett le Putyin arra a szintre, hiszen most tetszik, nem tetszik, még egyszer elmondom,
Tehát Prigozsin szintje nem az a szint, amit, ahova le kell ereszkedni egy államférfinek. Akkor sem, hogyha itt, nem tudom, most néhányan azt gondolják, hogy mentegetem Putyint, meg minden. Nem, az orosz állam működéséről sok mindent elárulnak ezek az elmúlt 24 óra történései is, az a lassú reagálás, ahogyan itt reagáltak, de közben azért azt is láttuk, hogy ők tették a dolgukat, és megpróbálták a lehető leggyorsabban lezárni, méghozzá úgy, hogy az ő szempontjukból és az orosz társadalom elvárásai szempontjából ez a lehető legjobb legyen. Tehát más az, amit mi képzelünk, és más, amit az oroszok képzelnek, ők vannak ott a, itt a belső tűzvonalban, őket érintette volna egy polgárháború, vagy csak akár egy néhány napos olyan csetepati, ami itt kitört volna. Hadd jegyezzem meg, hogy egyik ismerősöm azonnal összerezzent, mert Voronyes környékén lakik a nagymamája. Tehát azért itt emberekről van szó. Más az innen mondani, hogy mit kellett volna, hogy kellett volna. Ott emberek éltek, és egyet akartak, hogy ne lőjenek. Nézzük meg, hogy ugye, azokat haladtak az autóúton, ott is civil autók is elmentek. Tehát nyilván könnyű azt mondani, hogy a levegőből le kéne bombázni, de mindenki, azért utána persze, azért így is volt valami egyébként, hogy valami családot lelőttek egy autóban, mert hogy azt hitték, hogy a Wagner katonák ott szállító autóról van szó, és aztán kiderült, hogy nem. De egyébként nézzük meg, hogy Rosztov belvárosában, amikor megjött a hír, hogy mégse lesz ott nagy ostrom, azért, hogyha a csecsenek neki mennek Rosztovnak, ott vér folyt volna. Még rengeteg ott kőkövön nem marad, ha itt mondjuk egyhetes harcok folynak. Tehát, hogy mitől menekült meg akár csak egy város? Azért fogjuk már föl. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy itt ne drukkoljunk annak, hogy minél több vér folyjon, meg ne drukkoljunk annak, hogy összeomoljon egy ország, meg polgárháborúba süllyedjen, mert amikor az orosz ház recseg ropog, azok a téglák Európára esnek. Ezt föl kéne fogni. Egy atomhatalom ház recseg ropog ilyenkor. Bennem is ez fogalmazódott meg egyébként, amikor olvasgattam a tudósításokat. Igazából ez volt, ami leginkább kikristályosodott, hogy ez rendkívül kiózanító. Tehát nagyon észnél kell lenni, mert most tényleg ebben a folyamatos hírciklusokban az ember tényleg hajlamos arra, hogy az érzéki szempontból egy kicsit eltompulna abban a tekintetben, hogy pontosan mi történik és mi zajlik. De hát ezek az események azért nagyon tisztán bizonyítják szerintem, hogy itt azért nagyon komoly dolgok a tétek. Így van, és még ahogy az orosz társadalom reagált, szintén a rosztobi képek, amikor a nap közben elkezdik mondani a Wagnerosoknak ott a civilek, hogy ott a belvárosban ott téblábolnak, hogy mit kerestek itt csináltok a fesztivált, a balhét, miért nem a fronton vagytok? És hogy nem akarnak az emberek háborút, nem akarnak vért látni ott, és ezt a Kreml, Putyin nagyon jól érti, nagyon jól érzi. Hát ezért van az, hogy ez különleges katonai művelet, ami Ukrajnában zajlik. Ezért van az, hogy minél kevesebb áldozattal próbálja megúszni. Akik áldozatok vannak, azok ne a nagyvárosokba menjenek már, mint a koporsók. Tehát az orosz társadalom nyugalma szempontjából nagyon is fontos az, hogy ne érezzék a háború szelét, a háború szagát, és hogyha ebből a szempontból vizsgáljuk meg, ami történt, akkor az mindjárt kicsit másabbak a hangsúlyok, és korán sem azt látjuk, hogy Putyin kizárólag presztízs veszteséget szenvedett, mert a társadalmi akaratot valahol teljesítette. Közben itt írják kommentelők, és akkor pontosítsuk, hogy az állítólagos autóban lelőtt család történetéről már kiderült, hogy 2016-ban készült felvétel. Igen, ez pedig, ez a háború, tehát olyan őrület dúl itt az információs fronton, hogy már tényleg nagyon nehéz itt megállapítani, mi is a valóság, hiszen minden oldal tömbből, így van. Ugye itt a mesterséges intelligencia. Én a Prigozsinnél az elején megmondom őszintén, azt hittem, hogy a mesterséges intelligencia hangot tesztelik itt a... Nagyon durva. Tehát csak azért is, mert annyira, hogy mondjam, tehát annyira... Egyrészt benne volt Prigozsinba ez, de az soha nem gondoltam én, meg többen sokan nem gondoltuk, hogy idáig elmegy. És ne felejtsük el, amit Prigozsin itt
ez alatt a 40 vagy 24 óra alatt összehordott, azért annak a töredékéért itt többen 15 évet kaptak Oroszországban. Meg elérte a gravitációs járvány, meg a különböző fertőzések és egyebek. Igen, hát mondom, hogy most már sem gondolom befejezzük, de azért tényleg utoljára, hogy akár ezek a klippek mentén egyébként, tehát én is például gyűjtögettem adás előtt, próbáltam jobban mondva gyűjtögetni egy-egy klipet, csak hát az a helyzet, hogy tehát így próbáltam ugye Verify-on, és tök érdekes volt, hogy három Google keresés után igazából instant megtudtam két klipről, amit ugye a Twitteren nagyon szépen pörgött, hogy az egyik azt hiszem, a háromból egy volt videójáték felvétel, aztán hamar egyiket el is tűnt a Twitterről, aztán volt két másik, ami meg egyébként korábbi jelenetek a háborúból. És ilyen tök érdekes egyébként, hogy ciklikusan ezek mindig újra és újra előkerülnek ezek a felvételek. Történik valami? Nem tudom, vannak emberek biztos, akiknél ez így a... Hát a trollfarmok, dezinformáció, ez a dezinformációs hadműveletnek a része. És még egy, tehát például a közösségi média az valahogy nagyon szereti ezeket a képeket. Igen. Tehát úgy futtatja a képeket, és hát sajnos úgy változott meg az olvasói szokás is, hogy már lassan rövid szöveget sem olvasnak, hanem csak képet néznek, tehát az emberek többsége, és ez nem jó, nem jó, és akkor ennek megfelelően a képeket futtatja a Facebook és társai is. Minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek, és itt voltatok velünk, egy tanulságos két órán vagyunk túl, és köszönjük a hallgatóinknak is a megkülönböztetett figyelmet. Most így elgondolkodtam rajta, hogy azért időnként lehet, hogy érdemes lenne ilyen élő adásokat kapcsolással csinálni, hiszen egyrészt én is nagyon élveztem, meg inspirált is, másrészt látom, hogy hallgatói igény is van rá. Fogjuk folytatni természetesen ezen témáknak a kibeszélését, ugye hétfőn lesz Moszkva tér adás, többek között Hidegkúti Konstantinnal, de lehet, hogy majd még Gábor is bejön arra, illetve a következő napokban is lesz számos ultrahangadásunk, és a Hit Rádióban is követjük az eseményeket, illetve ha jól tudom, akkor holnap Fekete Rita csatornáján pedig Robert Cikász te lesz a vendég, majd aki szintén részletesen beszélget Ritával arról, hogy mi történt ezekben a napokban. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak, legyen szép az estéjük, viszontlátásra, viszonthallásra.